Kedves nézők, a mai műsorban ugye láttunk már tehetséges fiatalokat, táncosokat, és beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy a tehetségeket hát felfedezzék, és bizony néha kutatni is kell a tehetségek után. Az Arany János Tehetséggondozó Program már lassan 20 éve működik, és Magyarországon 23 intézményben. Nekünk nyíregyháziaknak, vagy talán a megyeieknek nagy szerencséje van, hiszen a Zrínyi Ilona gimnáziumban évek óta nagyszerűen működik szintén ez a program, úgyhogy szeretettel köszöntöm vendégeinket, a gimnázium jelenlegi tanulója, Fruzsi, ugye Ibolyetel igazgatónő vagy, Péter, te pedig egy öreg diák, hiszen már 5. éves orvostanhallgató vagy. Ibolya, fontos az, hogy megkapják az általános iskolások a tájékoztatást, megy a szerte, hogy van egy ilyen program. Ennyi idő után egyáltalán kell még ezt reklámozni, hogy látod? Én úgy gondolom, hogy kell, és természetes, hogy van egy hivatalos kampány, járjuk a pályaválasztási napokat, szülői értekezleteket, de szerintem a leghatékonyabb, amikor például Fruzsi hazamegy, és elmondja a szomszéd kislánynak, hogy mennyire jó volt mondjuk a londoni nyelviskolában, vagy Péter beszámol arról, hogy mennyit jelentett akár az orvosi egyetemen az a szakmai plusz, amit a Zrínyiben az Arany János Tehetséggondozó Programtól kapott. És azért is külön köszönöm a lehetőséget, mert ugye tudjuk, hogy egyfajta demográfiai mínuszban vagyunk, és megindult a harc természetesen a jobb gyerekekért. És mivel ennek a programnak a neve az, hogy Tehetséggondozó Program, ezért keressük a rászoruló és tehetséges gyermekeket. Szerencsére az Zrínyinek beiskolázási gondjai sem a normál tagozaton, sem az aranyprogramban nincsenek. Az előző tanévben is az országos 23 intézménypár közül hozzánk jelentkeztek a legtöbben, de tényleg missziónak tekintjük a program folytatását, megújítását, modernizációját, de ehhez kellenek a kistérségekből érkező tehetséges, talpra esett, ügyes gyerekek, jól tanítható és motivált gyerekek. Fruzsi, te Sonkádról érkeztél, ugye, az Zrínyiben? Honnan értesültél erről, magáról az iskoláról, a programról annak idején? Ugyanebben a faluban élt két másik diák, aki akkor kezdte, amikor én 8-os voltam, és ők is csak pozitív dolgokat tudtak nekem mondani erről a programról, és kedvet kaptam. Aztán részt vettem a nyílt napon, amit a Zrínyiben tartottak, és jártam előkészítőre is, ilyen 8-os diákok számára tartottak abban az évben előkészítőt, mint minden évben, és jártam erre az előkészítőre, és hát itt is tapasztaltam ugyanazt, amit az évek során, hogy szakmailag és mindenféleképpen a tanárok a helyén vannak, mondhatni. Gyakorlatilag ugye élted a diákok, középiskolások mindennapi életét, ugye vizsgákkal, felkészüléssel és egyebekkel, és hát mellett azért rengeteg élményt is kaptál. Mi az, amit nagyon ki tudnál emelni? Amellett, amit ugye Ibolya említett, például akár a nyelviskola Londonban. Igen, legfőképpen én is a külföldi utakat tudnám itt említeni. Voltunk Szlovákiában, sítáborban, megtanulhattunk síelni, aztán igen, Londonban is részt vettünk a nyelviskolában, de azon kívül London nevezetességeire is volt idő, hogy azokat is megtekintsük. Aztán Olaszországban voltunk, de ezen kívül megismerhettünk sok magyarországi várost is, ahol rengeteg élménnyel gazdagodtunk, de ezek mellett, ezek ilyen tanulmányi kirándulások voltak, tehát ezek mellett nagyon sokat tanultunk. Most egy furcsa dolog jutott eszembe, hogy ugye említetted, Ibolya, hogy itt a tehetség és a rászorultság. Sok esetben ugye, hogyha egy diák, mondjuk mint Péter, te Demecserből fölkerülsz Nyíregyházra, ami ugye nagy városnak számít egy demecseri 14 éves számára, egy picit már akkor nem azt mondom, hogy ez fogyatékosság, de lehet, hogy tele van frusztrációval, szorongással, akár azt is érzi, hogy ő nem ér annyit, mint a többi. Hogy éreztette magad 14 évesen, amikor ide csöppentél? Hát ez egy igen jó kérdés, mert kicsit furán, de én is éreztem ezt, hogy azért teljesen más közegből kerültem ide Nyíregyházára. Viszont a kollégium volt talán szerintem a legnehezebb, amit meg lehetett szokni. De megszoktam, tehát egy idő után én is hozzászoktam ehhez.
A jó társaság az megkönnyítette, tehát nagyon jó osztályközösségünk volt, és a társaság az megkönnyítette ezt. Én egy idő után fel se vettem igazából már, hogy most honnan jöttem. Próbáltam mindig a legjobban teljesíteni, próbáltam mindig magamat adni, próbáltam mindig a legtöbbet kihozni magamból, és akkor nekem ez olyan ilyen automatikusan úgy haladtam előre, és ez igazából nem is foglalkoztatott. Mondta neked valaki már általános iskolában is, hogy tehetséges vagy? Hát igazából ugye a szülők, család mondták, ott is általános iskolában is próbáltam, tehát táncoltam, különböző szakkörökre jártam én is, és akkor meg ugye jól tanultam, és akkor mindenképpen valami gimnáziumot szerettem volna választani. Erről én akkor pályaválasztásnál nem nagyon hallottam erről az IETP programról, viszont mivel hogy nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, elmentem egy pályaválasztási tanácsadóhoz, és ő irányított e felé a program felé. A Zrínyi nekem amúgy is ilyen nagy álmom volt, hogy na, ott tanuljak, és akkor így, hogy a program is itt volt, mondom, akkor miért ne, és akkor belevágtam ebbe, tehát így oda felvételiztem. És szerintem, akkor úgy érzed, hogy pozitív a mérleg, és nagyon szépen profitáltál. Igen, mindenképpen. Tehát rengeteg olyan dolgot kaptunk, ugye, ahogy Fruzsi is említette, hogy utazások, a tanulmányi kirándulások, azért rettentő jó érzés azt mondani, hogy mit tudom én, amikor Firenzébe, Olaszországban voltunk, és ott rengeteg érdekességet megnéztünk, az Uffizi képtárat, és akkor felismerni egy képet, vagy akármi, és ez, tehát amit azelőtt csak könyvben láttunk, azt most láthattuk élőben is, és ez nekem nagy élmény volt. És amit tudunk ugye, hogy kiválóan tanulnak a diákjaitok, és nagyon szép eredménnyel jutnak be az egyetemekre. Péter, milyen orvos leszel, hogyha sikeresen veszed az utolsó akadályokat? Mire készülsz? Jelenleg két olyan szakirány van, ami nagyon tetszik. Az egyik az urológia, a másik pedig a gyermekgyógyászat. Most talán a gyermekgyógyászat áll nyerésre. Hát Ibolya, a nyílt napon akkor mindenről részletesebben lehet majd, illetve úgy gondolom, hogy az iskola honlapján is nyílt napra mikor készülhetnek a nyílt szülők? Napon már túl vagyunk, tehát külön megvolt az iskola nagy nyílt napja, külön hívtuk be a szülőket, gyerekeket együtt, ahol órákon is természetesen részt vehettek. Jövő kedre tervezünk a pályaválasztási felelősöknek és az intézményvezetőknek egy tájékoztatót, tehát erre a leveleket kiküldtük, és nagyon-nagyon hatékony még az a módszerünk, amikor a diák menedzsereket visszaküldjük, tehát például egy 10-es, 11-es gyerek az élmények mellett nyilván azért a mindennapokról is be tud számolni, hogy most nagyon átütőnek tűnt, hogy milyen jó volt az Arany János program, de a sok lehetőség mellett azért a sok kötelesség, hiszen itt van tanulásmódszertan, van életpálya, akkor most új törekvésként megjelenik a robotika, tehát robotika szakkörre járnak, pénzügyi tudatosság, és mivel a kollégium az iskola együtt nevel, tehát ők gyakorlatilag azért a 24 órából 19-ben foglalkoztatva voltak, tehát nagyon jó volt visszahallani, hogy a lazító programok mennyire életélményként megmaradnak a gyerekeinkben, de azért a kemény mindennapok is itt vannak, és a honlapon mindenről lehet tájékozódni, a jelentkezés határideje pedig december 13-a, és arra nagyon vigyázzanak, hogy nagyon-nagyon sok papírt kell beadni, de személyesen és telefonon is szívesen állunk rendelkezésre, és várjuk a tehetségeket. Hát köszönjük szépen, én azt gondolom, hogy ezeknek az ügyes, okos, tehetséges diáknak a munka az természetes, és amiről szívesen beszélnek, azok a fantasztikus élmények. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, nagyon szép hétvégét kívánunk. Mi pedig egy tehetséges táncossal folytatjuk. A következő percekben Hux Attila táncol nekünk, aki a Felszállott a páva 2016-os versenyének arca volt.